szág az én hazám, itt nevet fő apám s anyám. A Sydney Magyar Református Egyház meghívására jöttem ide, és nagy megtiszteltetés és szép szolgálatnak tartottam azt, hogy az előadásokat is az úrházában tarthattam, illetve a mellette levő teremben, és köszönöm a meghívást is, és azt a csodás élményt, hogy részt vehettem az Isten tiszteleteken, és így ünnepelhettem családommal a karácsonyt, Jézus születését. És csodálatos volt az is, hogy közösen énekeltük a Sydney magyarokkal a magyar himnuszt, és magyar zászló és székely zászló előtt tarthattam a magyarság jelképeiről előadást. Magyar ember természetesen gondolkodott. A piros szín, mi a piros bennünk, a vérünk, vagyis a vér az életnek a szimbóluma. Tehát gondoljuk be, milyen életre való nép ez, aki a piros szín választotta a jelképének, a zászlójában, vagy a trikolor, vagy a jelképei közé. Nem véletlen, hogy az élet szimbóluma, de egyben a szerelem szimbóluma is. Nem szeretlek másért két piros arcadét, szemen járásáért, szán mosolygásáért. Természetesen beszéltem a magyarok legkedvesebb, legkedveltebb gyümölcséről, az alma szimbolikájáról, a hozzákötődő szokásokról, vagy az állatok, amit a magyarsághoz kapcsolódnak, így például a szürke marháról, a fecske az otthonnak a jelképéről, és hát néhány tárgyat is említettem. A zöld természet színe, néptalaink, te is tele vannak természete, mezőről, maroszéki kerekedő. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor a vagdalom benne kő, olyan a vagdalom, mint a lány, sírva sétál a párja után. A karácsony kapcsán beszéltem a régi falusi szokásokról, a betlehemezésről, a rábaközi bölcsőcskéről, és képekkel is illusztráltam, a köszöntésekről. Meséltem a karácsonyfa jelképeiről, hogy miért kell rátenni a diót, mit jelent az alma a karácsonyfánkon, mióta van a karácsonyfa, hogy került be a adventi koszor a magyar népi köztudatba. És hát sok éneket énekeltünk közösen. És olyan gyönyörű szokás az, hogy Szent János napján mentek. János napja ma vagyon, csúszik a nyúl a havon. Ilyen tréfás énekeket is mondtak. Nagy öröm volt számomra az is, mivel lányom Zsuska itt van a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként, hogy együtt tölthettük a jeles napokat, a karácsony ünnepkört és szentestét, mert lelkész úr, református lelkész úr és családja befogadott bennünket, és csodás együtt töltött órákat, estét töltöttünk a karácsonyfa alatt. Gyűjtésemmel hadd kívánjak mindenkinek a kimondott szóba való hitet átvéve. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Mitől félünk, mentsen meg, amit várnak, legyen meg. Béke legyen a házban és a szívredőnbe, adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Jó volt közösen elbúcsúztatni az óévet, és beszélni arról, hogy az új év milyen hiedelmekkel volt teli, milyen hiedelmek, szokások voltak régen, és hát ma is még mik élnek napjainkban. Tehát az első nap, amit teszünk minden nap, ez következik be a hiedelem szerint. Sőt, egy időjárás jóslás is van, miszerint, ha új évkor mondjuk hideg van, akkor egész évben elég hideg várható, tehát ilyen hiedelmek is élnek. December 30-ai előadáson nem csak az új évet búcsúztattuk el, és az új évet köszöntöttük, hanem a farsangi népszokásokról is beszéltünk, hiszen január 6-án már a farsang elkezdődik, ilyenkor lebontják ugye a karácsonyfát Magyarországon, és hát itt is a itteni magyarok.
és a farsangnak a vidámságát hoztuk ide énekekkel, farsangi népszokásokkal, vénláncsúfolással, beszéltem a bálokról, a maskarázásról, a dőrejárásról, a rábaközi bohócjárásról, és ezeket a vidám pillanatokat osztottam meg a közönséggel. 1940-ben már volt olyan farsang, amikor tikverőbe jártak, és ocsmány trágyák, csúnya beszédeket mondtak. Hát ezt azért itt nem fogom elmondani, de ebből tudjuk, hogy miért tiltotta az egyház, miért tartotta a farsangot ördő ünnepének, mert ilyenkor bizony az álorcák alatt, államcok alatt el lehetett bújni. Tehát zsír felszedési időszak volt, hogy így mondjam, tavasszal, ahogy a természet megújult, pedig bőjtölte, tehát mindenben ott volt a természet tisztelete és szeretete is. Látjuk a Koncz király, Koncot dova, kutyának zsíros halatot, ugye Koncz király, kordonban, topszórik, eszik, iszik, szóval tényleg nem véletlen tiltotta az egyház a farsangot, és a másik oldalon pedig már a bőjt, ugye cibere vajda. A cibere az egy bőjti étel volt. Remélem előadásaim erősítették az itt élő magyarok identitását, és rávilágítottam egy-két olyan szép értékre, amit a magyarok őriznek a mai napig. És köszönettel és hálával tartozom a sok kedvességért, vendégszeretetért, tapsért, együtténeklésért az itt lévőknek. Nagyon köszönöm. Saját magukat kihúnyolták. Irónia, és a legnagyobb intelligencia az önirónia. Tehát magukat kihúnyolták, te figyelj, az idén nem volt esküvő, nem lesz gyerek, nem lesz falu. Nem fölülről mondták meg hány gyereknek köszületni, a falu alulról építkezett, és saját magát kihúnyolta. Még bölcsen játszottak a farsanggal, és ugye a móka házasság meg miről szól? Hát kell hozzá, úgy, mint a rendes esküvőn, hogy álmenyasszony, álvőlegény. Mindig ugye fordított nemek, vagy többnyire férfiak voltak, és kellett hozzá, bocsánat, tiszteletes úton, mindenkitől bocsánat, kérek, kellett egy álba, állelkész. Köszönöm az itteni magyarok kedvességét, vendégszeretetét, figyelmességét, és azokat a csodás történeteket, megható, megrázó, szívsajdító történeteket, élettörténeteket, oral historikot, amiket nekem elmeséltek, hogy hogy kerültek ide Sydneybe. Adjon Isten rózsám, csendes jó éjszakát, a holnapi napra boldog felvirradást. Cédrus faróz marin, nem árt annak a tél. Köszönöm angyalom, hogy el.